Üdv mindenkinek, sziasztok, Csabinyó vagyok, ez pedig nem más, mint a Thief Simulator 2 playtest demo verziója, ugyanis hamarosan meg fog majd jelenni ez a játék, azt még nem tudjuk, hogy mikor, de hamarosan majd megjelenik, és ennek van egy ilyen játszható demója. Úgyhogy gyerekek, nagyon kíváncsi vagyok, tudjátok, hogy nekem a Thief Simulator sorozatom, amit egyébként a jobb felső sorokban megtalálsz a playlistet, szóval ez a Thief Simulator nekem nagyon tetszett annak idején, nagyon-nagyon sokat játszottam vele, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok erre is. Start new game, yes! Na, és igen, itt is vagyunk ebben a kis sikátorban. Ez amúgy hasonló kezdés, mint az első résznek a kezdése volt. És akkor van feladatunk, azt mondja, hogy pick up the flashlight, illetve a controls az a H betű. Aha, jó, oké. Okay. Oké, okay, okay. És akkor a telefont föl kéne venni. Szóval azt mondja, figyeljek oda, bla 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 bla. Jó, hát valószínűleg ezt utasítás nélkül is fogom tudni. Rá fog jönni, mit kell csinálni. Mert aztán most látom, hogy ott van used WASD, a sétához és a C a googolás, és ez a kamera most. Tehát most már sokkal szebben van megcsinálva a kamera is, és amúgy esik az eső, meg villámlik. Jó, akkor googoljunk, és akkor itt szépen elosonkodunk. És akkor jöjjünk be a kapun. Na és kérem szépen, eddig a pontig toltam a játékot, úgyhogy innentől kezdve azt se tudom, mi van. A shift-tel lehet futni, és akkor most át kéne fussak oda? Hát akkor fussunk. Ennyi, meg is van. És ez a flashlight. Ah, yeah. És megint a telefon csörög. Okés. Ó, szóval azt mondja, hogy lopjam el a karton dobozt, és tegyem be a kocsimba, és akkor... Hát ott van egy gyémánt jel, itt van a kuka. Igen, és akkor most már elvileg a flashlight, igen, működik, király. Igen, aztán megtettem, hogy bekapcsoltam fel a flashlightot, és akkor bejutottam a házba. Szóval nem hiszem, hogy vannak itthon, mert ugye ez egy ilyen gyakorló tutoriál. Ó, és most már mutatja, hogyha szépen lassan nyitom ki, bekeretezi az E betűt. Mondjuk itt semmi nincsen, semmi extra. Jó, nem tudom, hangosan menjek, vagy hangosan megyek. Szerintem egyébként tényleg senki nincs itthon. Na, ez egy értékes váza. Már amennyire lehet értékes, és akkor most átnézem itt a fiókat még. Ó, egy kalkulátor, egy számológép. Jó, és akkor ennyi. Oké, zsír. Na, itt van a konyha. Ah, ez elvihető. Ez is elvihető. Ott egy fazék. Na, egy kenyérpirító. Ja, és még itt is van. Ó, egy újabb serpenyő. Azok pedig nem kinyithatók, jó. Vannak még itt is fiókok. Á, pénz! Oh yeah! És 30 dollár. Na, a house flipperes nyuszi. Ó, egy kulcs. Front gate. Szóval az előső kapunak a kulcsa. És akkor bejutottam. Várjál már, ez mi? Elbújás az ágy alá. Oh yeah! Király! Adott semmi. Oh, egy kis pénz. Köszönöm szépen, 15 dollár volt csak, de azért mégiscsak pénz. Egy óra, ezt a lámpát nem lehet sajnos elvinni, illetve majd valami papír. Hát igen, ugye sajnos nincsen magyarítva a játék. De nem gond, szerintem majd egyébként lesz. Tehát ahogy az első rész is, ez is majd lesz magyarítva, de most még nem az. És itt van akkor a kartonodoboz. Na, és akkor ezt kell nekem kivinnem. Letesszük, és akkor itt ki tudok menni. Á, jó, zseblámpát a szoffolom. House flipperes lábtörlő. Jó, find the gate key. Hát az nálam van, akkor ide kell a kulcs. Valaki mászkál. Ja igen, nem árt ugye figyelni a térképet, mert odakint meg vannak, és nem kéne, hogy lássák, hogy kijövök innen egy nagy dobozzal. Jó, és akkor szerintem most már mehetek. Ez az. És most már, hogy tiszta a terep. Jó, és itt van a kocsim. Azt mondja, open the passenger door. Ah, szóval akkor itt kell. Igen. És be a kocsiba? Ó, zsír. Értem. Telefont fölvesszük. Jó, megdicsértek. Jó, és akkor most már haza kell csak mennem, drive home. Oké. Okay. Így gyerekek, ez a játék egyébként marha jó, és egyébként grafikailag is szerintem valamit azért javult. Sőt, hát igencsak sokat javult. Nem is emlékszem, hogy lettek volna csillagok az égen.
eső az nem igazán volt, és valahogy a mozgás is más lett. Tehát így, ahogy lépedek jobbra-balra, picikét a karakter is így megdől, talán picikét realisztikusabb így a mozgás. Á, nagyon király. Na jó. Na, az autóvezetés. Ugye egy nagyon sarkalatos pontja volt az előző résznek az, hogy az autót borzalmas volt irányítani. Hát most talán egy fokkal jobb, bár ez hosszabb távon fog csak kiderülni, de ugyanúgy ki kell mennünk a városból itt a határon, és akkor elvileg. Rejtek hely. Király. Na és itt van az összegzés, kérem szépen, és level up. Ó, igen, szintet léptem, szóval van a skill menüm, amivel egy pontot el tudok majd osztani. Oké, és elvileg egy csillagom lett, ezeket loptam, ugyebár A minősítésű vagyok, 120 plusz 10 tapasztalati pontot kaptam, oké, folytatás. Ez a házam, oh yeah! Na szóval be kell vinnem a dobozt, akkor várjuk, vegyük ki innen, de be kell vinnem a dobozt, és ki kell nyitom valami késsel. És milyen zene szól egyébként? Igen, mondom, hogy kicsikét szebb lett, sőt, igazából nem is kicsit, sokkal szebb lett a grafikája a játéknak, mint volt korábban. Dobozt lerakjuk, ajtót kinyitjuk, és akkor bejövünk. Na várjál, szóval, van itt egy ilyen raktárhelyiség, itt meg van egy dob, vagy szekrény, várjál, ez mi az, szekrény, ez micsoda? Ja, hogy ez a storage, 99 súlyt bír el. 99 súlyt, nem tudom, ez lehet, hogy kiló lenne, vagy nem tudom. És akkor ide kell tennem a dobozt? Ja, hogy ott szól a zene. Gyerekek, milyen modern kis lakásom, mert mondjuk ahhoz képest, hogy itt fel vannak jöve a padlók, hát igen, picikét romos, de azért mégiscsak egy lakás, és nem olyan kis csóró hely, mint volt az előző részben. És ott a kés. Aha. És akkor bontsam ki, de hogy? Várjál. Itt. Ó, ja, értem. Ó, ja, értem. Megforgatjuk. És kész. Ó, nem mondod, egy drón. Egy drón volt benne? Szóval elloptam egy drónt. Egy kilós. Jó, vegyük fel a telefont. Szóval menjek oda a PC-hez. És a G-vel tudom majd használni a drónt, ha jól látom. Jó, na most hol a PC-em? Ide? Itt van az ágyikom. Egyébként a szoba meg tök jó. Na, ez végre kicsikét rendezettebb. Szóval akkor üljünk le ide. Aha, jaj, most kell vásárolnom crowbart, az feszítő vasat. Jó, akkor vegyük meg. Amúgy be is van keretezve, hogy most ez a dolgom. És akkor ez ugye free, ahogy már 45 dollárom van. Szóval ez nem valami sok. És akkor megvettem. Ja, igen, most jön a rap tips. Ah, ezt kell megvennem. Igen, ezek ugye le vannak még lakatolva. Ezek 15 dollárba kerülnek, szóval ezeket sem tudnám mind megvenni. Viszont akkor ezeket, a 0 dollárosokat, bye. Szóval, van egy törött kerítés, illetve a kerítés el van törve a ház mögött. Igen, az ajtó és az ablak nyitva van a fürdőszobában. A ház teljesen üres, vagy mindig üres? Gondolom igen, és van egy ébresztő óra a hálószobában. Az éjjeli szekrényen, jó. És akkor menjünk a Black Bay-re. Igen, itt most gyakorlatilag elmagyarázza azt, hogy mi mire való, ugye ezt már az első részből tudjuk. Ezek igazából annyira nem változtak. A elnevezés egy picikét más, például ennek a Rob Tipsnek. És akkor most jön a Hell Neighbor. Jaj, értem, igen. Na, ezek pedig azok a kis trollkodások. Mert ugye itt van, tör szét pár dolgot, illetve semmi sincs meg az ablakot. Ez 250 dollár, MS meg 300, fogadjuk el mind a kettőt, és akkor még ezt is meg fogom tudni csinálni, és akkor most már ezt csak be kell zárni, és kész. Szóval, menjek a 102-eshez, és akkor törjek szét pár dolgot. Jó, oda megyünk majd, de ez engem érdekel, hogy itt mi van. Ja, a fürdőszoba. Aha, jó, oké. Jó, íj, ez a kád, gyerekek. Hát nem tudom, azért erre a házra még ráférne egy jó kis tatarozás. Na de mindegy. Jó, akkor most szépen elmegyünk. Sőt, várjunk, először el kéne menni. Az ószereshez, vagy hogy hívják. Nem tudom, már hirtelen nem ugri be a neve. A Pawn Shopba, igen. Erre is kíváncsi, hogy ez olyan milyen. Nézzük meg. Meg amúgy is vannak ugye eladni való cuccaim. Úgyhogy ezeket el kéne adni. Most megint kaptam értékelést. Annak ellenére, hogy most otthonról jövök. Jó, hát köszönöm szépen. Itt a Pawn Shop.
Ó, igen, sokkal nagyobb lett az udvar. Jó nagy kiírás. Ja, ez talán jobban néz ki. Na. És nincs olyan mély hangja, király. Na szóval, ezt eladjuk neki. 25 dolcsi, ez 40, a fazék 20, 10, 12, ebből 2 volt, ez 50 dollár, és ez pedig 5 dollár. Rendben. És már is gazdagabb lettem, van 219 dolcsim. Na de akkor most már tényleg megyünk a 102-es házhoz. Az pedig a Madison Street-en lesz. És meg is érkeztem. 102 az itt balra van. Aha. Jó, szóval ide beállunk. Az anyád. Na tessék, még csak itt vagyok a demóban, azt már széttöröm szegény autót. Ezt itt van is hagyom szerintem. Na várjál, hogy is volt? Volt egy a hátsó bejárat, az erre kell menni vajon? Szóval a hátsó bejárat, na, szóval a ház hátam mögött, elvileg van egy léc, aha, ott is van. Igen, igen. Meg a kamera. Na várjál, feszítő vas. Igen, ez az, megvan. Hehe. Igen. Ja, hogy az a szomszédban van, várjál. Ó. De várjál, nem itt voltam az előbb is. Hát itt volt... Vagy nem, ez nem a szomszéd. Ja, hát itt voltam az előbb is, ez ugyanaz a ház. Visszatértem ide. És ezeket kell széttörnöm. Jó, bemászunk. A budit. Jó, a budit szétvertem. A többi az már nem itt van, és mivel a ház az teljesen üres, nyugodtan mászkálhatok. És egyébként megint vannak itt értékek. Jó, hát akkor ezeket megint elviszem. Ezt szét kell törjem. Jó, mission complete. De azért én még itt körülnézek. Ott van megint a kenyérpirító. Itt volt valahol a számológép. Igen, ott van. Itt vajon volt-e? A pénz, persze a pénz. Itt mi volt valami? A pénz. Viszont az ébresztő óra most nincs itt. Nem. Ezt kell széttörni? Igen, ezt. Oké, mind a két mission megvan. Felhívjuk fel a telefont. Menjek a 103-ashoz. Az a szomszédban van. Na igen, azt mondja, hogy használd a drónt, vagy pedig menjek oda lábon, tehát gyalog, és tanuljam ki a rutinjait a 103-as lakásnak a lakosainak. Szóval értitek. Jó. Ezt akkor follow-om. Na de várjál. Ott is pénz. Ó, hát figyelj már oda. És akkor azt mondja, használd a drónt. Jó, akkor használjuk a drónt. A gével? Jaj, de komoly! Jó, és akkor most hogy? Vajon belerepülhetek vele a... Ja igen, ezzel süllyedek. Aha, tehát space-el emelkedek, shift-el süllyedek. Ú, de furcsa egyébként. És akkor most nézek be az ablakokon, hogy hogy keressem, vagy hogy nézzem meg a rutinjaikat. Opp, ott valaki van. Learn habits. Ó, nem mondod, ezt így most már lehet csinálni. Hát ez gyerekek sokkal jobb, mint az a mikrofilm. Jó, kérdés, hogy van-e még itt valaki? Learn lockpicking level 1, jó, ezt meg kell tanulnom majd. És kell vásárolnom egy alap lockpicking toolt. Jó, szerintem akkor ez megvan. És egyébként jobb oldalt van az, hogy milyen messze vagyok. Ah, milyen messze van tőlem a drón. Itt vagyok egyébként én, itt irányítom. Akkor ott van, hogy milyen távolságba tudok menni, max 25 méterre. És 60%-om az aksi. Jó, akkor G. Deaktiváltam. És kész is. Jó, megint telefon. Skillek. Skill. Ezen a lockpicking. Igen, ez az első szint. Tanuljuk meg. Ezt most nem tudom, megtanuljam vagy sem. Ez mi egyébként? Pickpocket. Ahol viszont nulla ponton van. Vagy ez zsebmetszés? Van benne zsebmetszés is, vagy mi? Jó, mindegy, akárhogy is, most el kell menjek haza, és kell vásárolnom ugye szerszámot, de akkor előtte elmegyünk megint a Pawn Shop-ba, de előtte ugye a Summary, B minősítés, igen, most megint kaptam pontot, jó, oké. A skill menüben, elvileg akkor most már ezt is ki tudnám fejleszteni, de ezt én még nem akarom, majd akkor, hogyha a játék felhívja rá a figyelmemet. Na szóval, hello, bello! Hoztam megint cuccot. Jó, kész. Eladtam őket, és van 888 dolcsim.
És akkor most elmegyünk haza, és veszünk magamnak egy jó kis lockpickinges cuccot, Rob Tips, nem ez kell Black Bay? Nem, innen kell vennem. Basic lockpicking tool, ez $50 kerülhet, ez bőven kifutja, úgyhogy megvesszük. Veszek még, legyen nálam a biztonság kedvéért. Lehet, hogy nem is kell, de mindegy. Ó, szóval azt gyakorolnom kell, méghozzá itt. Aha! Jó, akkor nézzük meg. Az a baj, hogy most ez nem tudom, hogy ez ennél ez hogy fog működni. A D-vel lehet forgatni? Vajá? Aha, igen, igen. Stop. Jó, stop, de miért? Anyád! Megvan végül is. Na, talán sejtem egyébként, hogy mi lenne a lényeg. Na most kell elmennem megint, és valamilyen fekete csomagot kell elhoznom, vagy ellopnom. Úgyhogy akkor irány a Madison Street. Egyébként itt is van külső nézet. Ó, van! Nagyon király! És akkor 103-as kell nekem. Jaj, de furcsa az irányítás. De furcsán kanyarodik ez a kis járgány. Szóval 103-as az ez. Ez a 103-as, hát akkor én beállok ide. Azt hittem neki megyek az oszlopnak egyébként. Viszont akkor én megint hátulról jövök, sőt várjál. Ó. Ó, nem mondod. És a kamera az pont nem lát el az ajtóig. Aha. Ott a csávó. Na, szóval. Most kiment valahova. Nem tudom egyébként, hogy errefele van valami. Kiment a házból. Ezt a mákot. Na, szóval. Aha, ez az. Jó van, fog ez menni. Azért szépen akan kinyitom. Na várjunk, nézzük először körül itt kint. Az mi? UFO-n. Oké, van egy UFO-nom. Jó, most a csávó elment. Nem tudom, meddig marad vajon ott, de próbáljunk meg akkor bejutni gyorsan. Ó, hát gyerekek, ez sima ügy. Jó, na akkor már is lopok mindent, amit látok. A fülest. Ezt becsukom, jó hangosan, de úgy sincs itthon, szóval teljesen mindegy. Egy pendrive. Egy kis pénz. Gyerekek, jó ez a játék. Hú, nagyon várom, hogy megjelenjen a teljes verzió majd. Na nézzük, ott is egy kis pénz. Itt van benne valami? Van egy kis bor. Ó, már visszük is a bort. Na itt vagyok a hálószobában. Itt majd el tudok bújni, ha esetleg olyan lenne a helyzet. Tele van a backpackem. Jó, akkor, és kacok, most fogok innen kimenni, és gyorsan bepakolok ide a kocsimba. Ezt el kéne tenni. Csak hogy a kocsim az meg amott van, nem itt álltam meg. Jó, beszállunk, és akkor belepakolok mindent ide. Váza, UFO-n. Kiszállunk szépen, és akkor visszamegyünk erről. Ez a létre a legjobb helyen van. Mintha csak nekem tették volna ide. Mindent elteszek, gyerekek, mindent. Ami csak fér, ez mi? Ja, ez csak egy újság. Egy kis pénz, a szerencsére helyet nem foglal. Igen, na most már végre elfért hozzám. Egy kulcs. Minek a kulcsa ez? Jó kérdés. A festmény. Álljátok, ezt nem tudom még elvinni. Igen, pedig eldobom. Mert hogy van itt még ez a helység, ami a fürdőszoba. Egy kis pénz, ott tárolva, nem is értem miért, és ide is amúgy el tudok bújni. Wow! És szerencsém van, akkor még nem, akkor még fürödni se akar a csávó. Ja, a telefon, azt majdnem itt hagytam. Na de várjál, hol van itt ez a fekete doboz? Ja, hogy megvan már, a Black Package. Nem is tűnt fel, hogy mikor hoztam el? Jó, akkor nekem itt több dolgom nincs, akkor hozom ezt a festményt, nem maradjon már itt. És megpróbálom valahogy kicsempészni. Oh my god! Pont most ért haza! Ó, a fene egye meg! A gyerekek! Most elbújjunk. Legalább kipróbáljuk a kukát is. És ilyenkor jön haza a csaj, már majdnem teljesen végeztem. Ez az. Na, mi van? Ennyire csukódik csak be? Fú, gyerekek! Na most nézzük a zsaruknak az intelligenciáját. Az vajon változott-e vagy sem?
Erre most kíváncsi vagyok nagyon egyébként. Jó, hát erre nagyon zsarú most nem jön. A térképen ugyan jelzi. És ennyi. Megúsztam. Hát ennyi volt. Hehe. És megvan még a festmény is. Vajá, eldobjuk oda. Itt hátul ezt nem is tudom kinyitni. Akkor csak ide be. Olyan, hogy így. Hát egy kicsit se feltűnő végül is, hogy viszek egy festményt. Na mindegy. Oké. Okay. No, akkor az első dolgom. Először is elmegyünk a pawn shopba, és eladom, amit el lehet. Jó, hát ez kettes minősítés, gyerekek. Mondjuk többet nem is érdemlek, de ilyen hülyét, hogy a legutolsó pillanatban, amikor már megyek kifele, amikor már mennék el, akkor jön haza a tulaj. Hát kicsit gyorsabbnak kellett volna lennem, de mindegy. Azért A plusz minősítés még így is megkaptam. Bár ezek szerint ez nem annyira jó. Na mindegy, viszont szereztem egy rakás cuccat. Jó. Úgyhogy akkor el is adok mindent, amit csak el tudok itt. Ja igen, ezt nem lehet. Alarm. Tessék. Tessék. És akkor visszamegyek a többiért. Viszont ezt a package-et ezt én átteszem ide. Majd. És kész, gyerekek. 1560 dollár. És még csak két munkám vagyok túl. Jó, legyen inkább három. És akkor ezt pedig magamhoz veszem, és akkor irány elvileg haza. Computer! Irány a Black Bay. Na nézzük csak. Ez szerintem itt lesz az Others-nél, így van Black Package. 0 dollárért. 0 dollár? Jó. Akkor ezt én megcsináltam, és akkor level up and learn pickpocket. De ezt vegyük fel a telefont. Skills. És akkor most kell megtanulnom. Így van. Learn. Ez mi lesz egyébként? Electronics level. Aha. A különböző biztonsági paneleket tudom majd hatástalanítani. Illetve meg tudom hackelni az ATM-eket egy különleges szerszámmal. Jó. Telefon ismét. Jó. Azt mondja, ki kell valakit rabolnom. De ez mondjuk érdekesnek tűnik. Most kérdés, hogy itt vagyok, ki tudok menni. Ugye ez egy olyan környék, ahol nincs semmi, csak én. Te vagy nem tudok kimenni? Hát nem. Visszamegyek a városba és megpróbálok valakit kizsebelni. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Mert hogy ilyen nem volt még ugye eddig. És akkor várok egy delikvenst. Zsebmetszésre. Ah, ott megy valaki. Na őt megpróbálom zsebmetszeni. De hogy kell egyáltalán? Ah, ja, evel. Ja, értem. Ott volt egy kéz, láttátok a csík fölött? És amikor a zöld csík a izénél van, mindjárt mutatom. Ja, értem! Ez... Tehát ahogy nyomogatom... Anyád! A fene egye meg! Szóval ahogy nyomogatom, az a kéz az mindig megy jobbra. És nekem valahogy a zöld rész fölött kell tartanom. Amúgy jól meg van csinálva, de elég nehéz. Low checkpoint. Próbálj meg még egyszer. Szóval, itt van a következő. Ez ugyanaz a csávó, nem? Hello ismét! De rohadt nehéz ez, gyerekek. Vissza. De anyád! Lehet, hogy nem sűrűn fogom ezt én használni, de akkor megint megpróbáljuk. Jó, menjél! Lehet, hogy mondjuk valaki mással kéne megpróbálni. Jó, próbáljuk meg. Ez egy zsaru. Azzal inkább ne. Hello! Miért gyanakodsz? Mi van? Hát azt mit csináltam? Most ez komolyan? Egyébként azon gondolkozom, hogy vajon van értelme ezt csinálni? Tehát az a pénz, amit tőlük szerzek, vagy bármi, az vajon van annyira értékes, hogy megérje ellopni? Mert ugye az előző részben is nekem már több mint 100 000 dollárom van, vagy mennyi, és azokat sem tudom elkölteni, tehát igazából nem tudom, van-e értelme. Ott a zsaru megint. Jó, hát keresek valaki mást. Wanted? What? 5000 dollár jutalom? Ez én lennék egyébként? Ó, várjál, ezt le tudtam szedni? Várjál, minél több ilyen plakát van, valószínűleg annál jobban köröznek, és annál hamarabb ismered föl bárki, tehát nem árt, hogy ezeket leszedem? ATM. Kamerák figyelik. Úgyhogy azzal most inkább nem játszunk.
Van itt egy szobor. Szia néni. Ez egy csajszín, nem? Ja, úgy tűnik. Na, nézd, próbáljuk meg. Aha, ez esélyesebb is. Fölötte kell tartanom. Yes, végre! Pickpocket successful! Valamit kiszedtem tőle. Ja, most vásárolnom kell ilyen ATM hacking toolt. Jó, akkor vissza a kocsihoz, ami ott van. És akkor most megint hazamegyünk. Na de előbb akkor itt a summary. És egyébként ezt loptam el. Ezt loptam el. De ezt le van lakatolva? Várjál már, miért van ez lelakatolva? Jaj, mert értem, meg kell tanulni hozzá az elektronikát, na akkor most kell a skill, és akkor most van értelme ennek a izének. Ez egy pontba kerül egyébként, úgyhogy akkor meg is veszük, és mi mindig maradt egy pontom. Ez pedig a pickpocket 2-es szintje lesz. Na szóval, vissza ide, és már is engedi, $1000, király. Telefon ismét. Ó, a festménye még nem kezdtem semmit. Na nem baj. És akkor mehetünk vissza. Szerintem én megállok így, gyerekek. Ó, oh, az anyád. Most azon gondolkozom, hogy ezt olyan megkéne itt hackeljem előtte? Várjunk. Hát itt mondjuk nem írja ezt. De gondolom, hogy meg kéne hackelni, vagy hát valamit itt kéne csinálni, mert a kamera az pedig figyel. Anyád, ó, oh, basszus. Rohadt rendőr, hogy te pont ilyenkor jössz erre. Járókerő az, nem néz erre, szóval. Próbáljuk meg újra. Sima ügy. Hát most ott arra van valaki, de engem pont akar. Úgyhogy akkor... Ajaj. Jó, nem vett észre. Nem tudom egyébként, hogy ők szólnak-e vagy sem, de... Ez meg is van. És akkor most szépen elkelünk, gyerekek. Itt meg ezt a plakátot leveszem, ez már elő is feltűnt. Na nézzük, hogyan kell ezt... Mi itt a lényeg? Várjunk. Ezt most így elcseszem, mi? Ajaj. Ú, basszus. Elbújjunk ide, Zsalú nem vett észre, és akkor várakozunk. Jó gyerekek. Ezt valahogy egész másképp kell csinálni. Nem találnak, király. Nézi a füvet, hát ha a fűben vagyok, vagy nem tudom. Jó, talán most meg fognak nyugodni. Mennek vissza a kocsikhoz, király, és el is húznak. És ennyi volt. Mászhatok ki, és akkor újra meg fogom próbálni a kamera, most szerintem nem működik egyébként. De hogyan kell ezt használni tényleg? 1, 2, 3, 4, 5, de hogy? Hogy kell ezt meghackelni? Lehet, hogy mondjuk az a tutoriál... Várjunk, tényleg, azt elő tudom még hozni valahogy? Ez az, Hacking ATM. Azt írja, hogy ahány sor van, annyiszor próbálkozhatok? Én várjál, akkor sejtem melyik. Tudom, vagy nem az, hogy melyik, hanem hogy tudom, hogy mi van. Az van, hogy amikor zöld, az jó helyen van az a szám, akkor, na várjál, nézzük meg, accept. Aha, jó, az egyes meg az ötös lehet a stimmel, akkor azt úgy hagyjuk, hát akkor nézzük meg ezt így, nem jó, de sárga, tehát azt jelenti, hogy akkor elvileg talán közel vagyok hozzá, akkor legyen 6-os, és ez pedig 7-es, vagy 9-es. Az anyád, és megjön a riasztás, akkor megint várakozunk, na nézzük. Van itt egy zöldem, ez a kettő közel van, akkor legyen mondjuk 3-as, legyen mondjuk 4-es, ezek pedig valami nagyobb számok lesznek szerintem. Ah, stimmel a 4-es is, király! Jó, akkor az 1-4-es stimmel. Ja és igen, egyébként nem is engedi állítani ilyenkor ezeket már. Tehát ezek fixen jók, ez is legyen valami nagyobb szám, mondjuk 8-as. Ez az, stimmel, gyerekek, már csak kettő számot kell megtalálni. Nézzük meg. Nem jó a 9-es se. Új, gyerekek, most el kell, telibe kell találnom. Akkor legyen a 7-es. Akkor ez legyen a 7-es. Hát ez pedig ki tudja. 4-es, ez közel van. Akkor legyen 5-ös. Mondd, hogy jó. Mondd, hogy jó. Sikerült! Yes! Ez az. Answer. Ez az, válaszoljunk. A végre. És akkor itt van, gyerekek, itt a vége. Azt írja, hogy do whatever you want, szóval csináljak, amit akarok, és megköszönték a demo kijátszását. Szóval akkor ennyi volt a demo. Sikerült végre feltörni az ATM-et, és ott a kocsim. Úgyhogy irány haza.
Na hát akkor ez lett volna a Thief Simulator 2 demójának a végigjátszása. Steamen ti is le tudjátok költeni, ki tudjátok próbálni. Én nagyon várom ezek alapján, hogy milyen lesz majd a teljes játék, meg azt, hogy mikor fog megjelenni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, illetve a játék. Lájkoljátok a videót mindenképpen, hogyha igen, illetve kommentbe nyugodtan írjátok le a véleményeiteket, hogy mit szóltok az újításokhoz. Ha feliratkozol a csatornámra, azt nagyon szépen köszönöm, sziasztok!